Koszovóban több száz háborús veterán csapott össze a rendőrökkel a pristinai parlamentnél. Legalább négyen megsérültek, két rendőr is van köztük. A volt katonák azon dühödtek fel, hogy a minimálbér emeléséről szóló törvényjavaslatból őket kihagyták. A tervezet szerint csak a közszférában dolgozóknak lesz 250 eurós a minimálbérük, az ő nyugdíjuk marad 170 euró. Koszovóban becslések szerint 30 ezer háborús veterán él, többségük az UÇK soraiban harcolt, amelynek több vezetője is a hágai bíróság előtt áll háborús bűnök gyanújával. A pristinai parlament végül nem hagyta jóvá a javaslatot.